Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Egy nagyon szemrevaló konfiót szeretném bemutatni, ami privát konfigként készült el. Lényegében én terveztem meg. A dolog érdekessége, hogy nagyon szép lett ez a konfig, nagyon tetszik, nagyon szemrevaló már a gépház is, és jelen árérték szerint elég nehéz helyzetet élünk, és éppen opcionálisan épült meg, miszerint nagyon drágák az Intel processzorok, ezért egy jó árérték arányú Ryzen 5-ös processzor került bele, és mivel a videókártya piac az diktálja, hogy használtan nagyon jó árban vannak nagyon jó teljesítményű videókártyák, főként GTX 1070, 1070 Ti, 1080, de még a 1080 Ti-t is ide vehetjük, ezért használtan került bele egy elég komoly teljesítményű videókártya. Vaciláltunk a kedves érdeklődővel, hogy újonnan GTX 1066 GB menjene bele, vagy használtan GTX 1088 GB, és higgyétek el, nagyon nem mindegy. És jelen esetben utóbbira esett a választás, tehát 1080-nal épült meg a konfig, ami azt teszi, hogy nem csak Full HD-ban, hanem már VQHD-ban, kisebb gépigényű címeknél 4K-ban is lehet nagyjából maximum grafikán játszani, és nem rossz FPS értékel, de inkább VQHD-ra lőném be azt a max grafikú 60 FPS szintet, 4K-ra inkább hagyjuk meg a 1080 Ti-t, vagy az RTX 2080-2080 Ti-t. Minden esetre azért szerintem 4K luxus, és ahhoz képest nagyon jó árérték arányú konfignak számít, nagyon jól néz ki, és azt mondom, hogy megint csak elégedett vagyok, ezért is mutatom be, hogy milyen jó kis tervet sikerült kiügyködni egyénre szabottan, hiszen itt mindig más-más az elvárás, más-más tetszik, kinézetre, teljesítményre, más a keretösszeg, de mindig a legjobbat sikerül kihozni, én úgy gondolom, a kedves érdeklődővel közösen egyeztetve. Lássuk is, hogy hogyan áll össze pontosan a konfig. Egy Ryzen 5 2600-as került bele, ez a sima, nem az X-es változat. Korábban épült meg a konfig, mindig változnak az árak, most a sima változat volt úgy jobb árba, ugye mindkettőt lehet húzni, az X-eset is és a sima 2600-at is. Én úgy gondolom, hogy 10.000 forint ár különbözetet nem feltétlenül érte meg az X-es változat, ha azt választottuk volna, így a sima mellett döntöttünk. Egy új generációs Gigabyte B450M lap került bele, ez egy gaming alaplap, nagyon jól néz ki. És pont a második generációs Ryzenekhez adták ki. Nagyon fontos, vannak olyan boltok, akik ezzel élnek, hogy BIOS frissítés, ha kell, ha nem, és nem mondják el egyértelműen, hogy kell-e vagy nem. Általában ezt 2500 forintért lefrissítették neked a BIOS-t, akkor is, hogyha nem kell, vagy olyan lapot ajánlanak, amire kell alapból, mert nem fog működni, nagyon sok első generációs lap van még bent a boltokba, és kírják neked, ezt mindig figyelmeztetnem kell a kedves érdeklődőket, hogy nehogy beessenek ebbe a hibába, hogy BIOS-t is frissítetnek. Én erre odafigyelek, vagy hogyha esetleg úgy van, akkor felhívom rá figyelmet, de erre odafigyelek, hogy ne kelljen ilyen plusz költségekbe belelovalni magunkat. RAM-nak 2x4 GB DDR4 2666 MHz-es RAM kit került bele. Én felajánlottam több jó gépházat, mint a termelték verze H22, H23, a Zalmanokat, a Z1-et, a Z3-at, ugye komolyabb áron ott van a Z11. Itt a kedves érdeklődő döntött gépház mellett egy Deep Cool gépház tetszett neki fehér színbe, egyáltalán nem rossz, így én is jóváhagyásomat hagytam a dologra, hiszen teljesen jól elfér benne a konfig, HDD SSD-nek van hely, szellőzik a videókártyára, érdemes még odafigyelni, ugye plexi oldalap, kinek elvárást, lényegében mehetett ebbe simán a konfig. Háttért állnak egy VD Blue 1TB HDD, Kingston 240 GB-os SSD került végül bele, mehetett volna a 120-as is, azért jobb a 240-es, valljuk be, és árban nincs olyan messze a kettő egymástól. ShiftX Smart 600 W tápegység, és a videókártya egy Gigabyte GTX 1080, ami a brutális játék teljesítményt meg fogja adni. Na most érdemes odafigyelni, hogy a Ryzen 5 2600 már egy komoly processzor, azért GTX 1080-at
nem minden processzor mellé tegyünk be, azért egy Ryzen 3 vagy i3 mellé nem feltétlenül passzentos a dolog, be lehet tenni, működni fog a gép, és esetleg nem mindenhol lesz elégséges a processzor, akkor ne lepődjünk meg. Úgy gondolom, hogy Ryzen 5 2600 az egy 6 meg 12 szálas processzor, valahol az i5 8400 szintjén van játékoknál, ugye mennyivel kedvezőbb egy ilyen processzor, munkában többet is tud a szimplán 6 meg processzornál. Itt már azért bevesszük a GTX 1080-at, 1080 Ti-t is akár, de azért 1080 Ti-hez már persze elegánsabb egy Ryzen 7 vagy egy Intel Core i7-es processzor. Minden esetre, amikor megépült a config, akkor ezzel olyan 240 ezer forint körül jöttünk ki. Persze attól is függ, hogy mennyiért tudjuk beszerezni a GTX 1080-at. Egyáltalán nincsenek rossz árban, hogyha nektek is kell hasonló segítség, szívesen szétnézek, linkelek, számolok, megbeszéljük, kikalkuláljuk, ajánlok boltot, hogyha nagyon fontos, ahol olcsó jössz ki, mert olyan megkeresés is sok, hogy már egy drága boltot mond, hogy valamiért ott szeretné összeállítani, és akkor megmutatom árukereső alapján, hogyha elkezded összenézni az alkatrészeket, ott csak sok ezer forinttal többre jössz ki, akkor legalább ne ott vedd meg, úgyhogy nagyon sok dologról lehet itt egyeztetni privátban, én nagyon szívesen állok a rendelkezésetekre, hogyha komoly szándékkal jöttök. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!